A zenekar 2 évvel ezelőtt alakult elsősorban szexárdi fiatalurakból. Gyakorlatilag ez egy baráti társaság volt, több zenekarból verbúválódott össze ez a csapat. Azt mondtad az előbb, hogy legendás emberekről van szó, honnan eredeztethető ez a legenda, vagy esetleges ismertség? Ezt az ismertséget néhány évvel ezelőtt a Happy Abby Halál, a Kálmán USM és ilyen egyéb szexárdi underground zenekarok alapozták meg, amennyiben ezt megalapozták néhány évvel, azt hiszem másfél évvel ezelőtt olvastam az újságban. Nem mindenki nő zenekar név, szerintem elég furcsán hangozhat. Miből adódik ez a név, vagy egyetem mit jelent? Nem árulom el. Belvárosi szexádi legendákról van szó, elsősorban az Ebi Haláról, aztán pedig a Kert együttestől, a Szebeni művész úr pedig a... Nem tudom megegyezni, hogy milyen együttesekben játszott, a többiek meg szintén. Tehát ez ilyen alternatív All Stars. Milyen zenét játszottok mondjuk a te meghatározásod szerint? Az én meghatározásom szerint skeggy and roll hop. Ami? A ska, a reggae, a rock and roll, a hip-hop és ilyen egyéb műfajoknak a keveréke. Milyen szövegvilággal dolgozik az együttes? Hát amilyen. Ja, hogy miről szól? Hát általában a gyerekkortól a felnőtt korig történt eseményekről, amik nagy része nem valós. Erről szól. Mit ígértek így előjáróba azoknak, akik ma eljöttek? Hát nem ígérhetünk semmit, de azt legalább betartjuk. A koncert másnapján az együttes megkeresett minket, hogy elmondják, valóban igaz, hogy változásban lévő formációról van szó. Máté Zoltán, aki a zenekarnak alapító tagja is volt, illetve dobos volt a zenekarban, úgy döntött, hogy kilép a zenekarból, és nem velünk folytatná a zenei karrierjét. Befolyásolja ez a nem mindenki nő együttes további pályafutását? Mindenképpen befolyásolja. Egyrészt motorja volt a zenekarnak, másrészt így lelkileg befolyásol minket az, hogy egy olyan ember, akivel nagyon sok időt töltöttünk el együtt, most már a próbákon legalábbis nem lesz ott. A változások kapcsán nyilván a tervek is módosultak egy kicsit. Ha minden igaz, 4 új tag száll be a zenekarba, így az állandó taglétszám 9-re bővül. Most így a közeljövőben inkább arra fektetnénk nagyobb hangsúlyt, hogy a munkát össze tudjuk koordinálni. És természetesen a nyári rendezvényeken nagy eséllyel találkozhatunk majd a nem mindenki nő zenekarral.